A kódexek Mátyás könyvtárában, aki mindig szakított időt az olvasásra, soha nem a tisztárgy szerepét töltötte be. A hangulat tehát, amit a kiállított másolatok megidézni kívánnak, ezen a tárlaton sem a fényűző pompái, hanem a tartalmas beszélgetéseké, az olvasás élvezetéé. Csibi Krisztina, a szervező Magyarságháza igazgatója méltatta Mátyás király politikai nagysága mellett azt a szellemi értéket, melyet a legközkedveltebb magyar uralkodó hagyományozott az utókorra. Minden ugyanarra mutat, hogy egy olyan igazságos uralkodót tudunk felmutatni, egy olyan személyiséget, amely integrálja a magyarságot, akire egyaránt büszkék lehetünk, éljünk bárhol a világon. A kiállítás egy 2008-as tárlat továbbfejlesztett változat, amelyben az Országos Széchenyi Könyvtárban található több mint 30 korvinából 16-ot mutat be a kiállított 24 tábla. A Nemzetpolitikai Államtitkárság Mátyás éve a harmadik tematikus év. Megemlékeztek már Márton Áronról és Szent Lászlóról is. Amikor egy-egy emlékévről határozunk, akkor mindig azt nézzük, hogy mennyire tudjuk megszólítani vele a világ magyarságát, a Kárpát-medence magyarságát, illetve nagyon fontos szempont az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is be tudjuk vonni az emlékév eseményeibe, mert hogyha politikáról és nemzetpolitikáról beszélünk, akkor a legfontosabb az, hogy a következő generációknak tudjunk valamit nyújtani. A Családok éve programsorozatban jól illeszkedik a Mátyás év, mondta az államtitkár. Mátyás nem csak a magyarság számára kiemelkedő uralkodó, közép-európai léptékben is jelentős volt, aki megállította a török-oszmán birodalom elődetörését, hangsúlyozta Potápi Árpád János.